Közgyűlést tartott a megyei önkormányzat, a napirendek között tájékoztató hangzott el a megye oktatási helyzetéről. Itt voltak a tankerületek képviselői, igazgatói, és egyrészt rendkívül terjedelmes anyagokat, tájékoztató anyagokat kaptunk, másrészt nagyon sok kérdés is merült fel a megye oktatási helyzetével kapcsolatban. Az első szavunk a köszöneté volt, hiszen 2020-ban olyan rendkívüli és rendkívül szokatlan helyzetnek lettek kitéve az iskoláink, a pedagógusok, az oktatásirányítás, amely helyzetben kiválóan teljesítettek az iskolák, a pedagógusok és az oktatás irányítása is. Köszönetet mondtunk elsősorban a pedagógusoknak a digitális oktatás megszervezéséért, az átállásért, hiszen eddig szokatlan megoldásokat, rendkívüli kreativitást, nagyon sok új ötletet és nagyon sok plusz munkát igényelt, úgy gondolom, ez a pedagógus társadalomtól, és számtalan olyan kérdés is felmerült a tájékoztatók kapcsán, amely az oktatás aktuális helyzetét és a jövőbeni fejlesztéseket és a múltbeli fejlesztéseket is egyébként érintette. Örömmel tapasztalhattuk, láthattuk, hogy közel 5 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a két tankerületben, és ez ugye csak az állami fenntartású iskolákról beszélünk, és ezek a fejlesztések egyformán érintették az oktatás infrastruktúráját, az iskolákat, az épületeket és a különböző szakmai programokat. A fejlesztéseket azt gondolom, hogy nem álltak meg, hiszen vannak olyan területek, ahol a megyei önkormányzat is a közeljövőben össze tud kapcsolódni az oktatás fejlesztésével, hiszen a jelenlegi tudásunk szerint, hangsúlyozom, a jelenlegi tudásunk szerint lesz egy a TOPLUS-nak olyan felhívása, ahol köznevelési intézményeket, általános iskolákat és középiskolákat is fejleszthetünk. Amennyiben ezek a pályázatok ezzel a tartalommal meg fognak jelenni, fogjuk keresni a tankerületi központokat, a különböző intézményfenntartókat, mert azt szeretnénk, hogyha ezekből a forrásokból minél több érkezne ide Békés megyébe, és azokat az épületeket, azokat az iskolai épületeinket, amelyeknek az állapota nem megfelelő, vagy ahol mondjuk tornaterem építésére van szükség, azokat ebből a forrásból a megye, illetve a tankerületi központok és akár az egyházi fenntartók összefogásával meg tudnánk újítani. Tájékoztatót hallgatott meg a testület Békés megye ár- és belvíz helyzetével kapcsolatosan. Ha ránézünk a térképre, akkor azt látjuk, hogy Békés megyét, mint az erek átszövik a körösök ágai, és ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a megyében, hogy az árvízvédelmi helyzet az mindig kielégítő, megfelelő legyen. Azt tapasztalhatuk, azt tudhattuk meg igazgató úr tájékoztatásából, hogy mind a védművek tekintetében, mind a műszaki eszközök tekintetében, mind pedig emberi erőben felkészültek minden olyan árhullámra, amely reálisan veszélyeztetheti Békés megyét, illetve az itt élőket. A belvízvédelmi védekezés az elmúlt esztendőben az nem igényelt nagyon sok beavatkozást, tehát viszonylag száraz év volt a 2020-as év, illetve nagyon érdekes, hogy a szárasság, az asszály elleni védekezés is most már egyre nagyobb szerepet játszik, és nagyon sok kérdés is érkezett az öntözés fejlesztésével kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy olyan tervek most már készen állnak, amelyek alapján meg lehet tervezni ezeknek a konkrét fejlesztését. Bízom benne, hogy éppen az éghajlatváltozás miatt, a klímaváltozás miatt az itt gazdálkodóknak az érdekében minél több területet tudunk bevonni a következő időszakban az öntözött területek tekintetében. A megyei önkormányzatnak is volt az elmúlt években ezzel kapcsolatos kezdeményezése. Az M44-es építésekor kezdeményeztük egy olyan műtárgynak a létrehozását, amely az M44-es autótól délre fekvő területeknek a későbbi öntözését lehetővé teszi. Ebben sikert értünk el, és akkor ez egy eredményes és jó akció volt. Döntés született a megyei önkormányzat egyik cégének megszüntetéséről is. Volt még egy olyan napirendi pontunk, amelyről zárt ülés keretében döntöttünk az ülés elején. Ez a Békés megyért vállalkozásfejlesztési non-profit KFT-nknek az ügye. Ez a KFT az elmúlt években nagyon hatékonyan dolgozott különböző fejlesztési projektekben, azonban azt gondoltuk, hogy a feladatát elvégezte, ezért a döntés született a megyei önkormányzat részéről, hogy ezt a KFT-t megszüntetjük. Van egy olyan pályázat, amelyben a KFT részt vett, és arról tájékoztatott bennünket az elmúlt napokban a
Kft. Ügyvezetője, hogy ennek a pályázatnak egy töredéke tekintetében az elszámolást nem fogadta el a Magyar Államkincstár, és ha ez így van, és ez így lesz a cég megszüntetéséig, abban az esetben az önkormányzatot, a Békésmegyei önkormányzatot terheli ennek az anyagi felelőssége. Ha ez megáll és bármilyen kár éri a megyei önkormányzatot, akkor felhatalmazott a testület, a közgyűlés, hogy tegyen meg a szükséges jogi lépéseket, amelyet örömmel megteszek. Azt gondolom, hogy mivel közpénzről van szó, egyetlen egy olyan hibát sem nézhetünk el, ahol a valakinek vagy valakiknek a hanyagságából vagy rossz munkavégzéséből következően a megyei önkormányzatot kár érte. Remélem, hogy sikerül ezt a helyzetet elkerülni, és tudják pótolni a hiányosságokat, amennyiben nem, akkor meg fogom tenni a közülés felhatalmazása alapján szükséges jogi lépéseket.